munkatársákat. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyár van, meleg van, nem sokkal vége az iskolának. Mindenki fáradt és kimerült, és már itt a péntek, és már csak internet előtt kellene ülni egy hűvös szobába. Tehát ez a mai műsor úgy hiányzik nektek, mint teleháltára az öt hú gondolom. Éppen ezért ma nem akarok világmegváltó dolgot csinálni, egész egyszerűen elmondok két történetet, és utána megyünk jobbra és balra. Egyetlen egy kérdésem van mindenki fele, hogy mi lenne, ha mondjuk egy hétig nem nézhetnétek tévét, meg nem juthatnátok internethez? Semmi. Ki focizná? Tökéletes válasz. Ezzel megkönnyítettétek a dolgomat. Egyébként Magyarországon 20 éve van nagyjából elterjedve az internet, és szerintem azért az emberiség nem 20 éve létezik, hanem azért pár ezer éve már megvannak, és szerintem internet előtt 20-30 éve is működött a világ. Szólnak nélkül is felépítettek egy dinamis vagy egy függőkártya. Tehát, és amit most elmondok, mindig is élő szóban mondták, és arra gondoltam, hogy elmondok egy kínai történetet az első mesemondóról, mert mesét mondani nem könnyű, izgulok is neki egyetlenül, de hagyományosan sem egyszerű mesét mondani. Na most felajánlok nektek valamit, ami egyébként nem kötelező, hogy a mesét jobban át tudjátok élni. Egyébként már a harmadik mondat után tudjátok majd, hogy miért is van ez a lehetőség. Én azt javaslom, hogyha valaki benne van a buliban, akkor az első mese alatt az első mesét így bekötött szemmel hallgassa végig. Ki az, aki ezt meg akarja játszani? És rá fogtok jönni egyébként, hogy miért értem ezt, mert... De ezt most nem adjuk, mert kikérhetnék szem. Mindenki fog kapni. És szépen kössétek a fejetekre. És ez hogyan? Azt hittem, hogy a gyerekeknek kis fejük van. Csak a okosságban. Igen. Dominik. Igen, nem is. És van egy mondás, hogy hiszem, ha látom, és el lehet hinni egyébként látás nélkül is. Na most az a lényeg egyébként, hogy a szemeteket takarjátok el, és az első mesét majd így fogjátok tudni átélni. Nagyon is. Szóval nem olyan vagyok, mint egy popsztár, hogy szeretném a kezeket meg a szemeket látni. Én nem akarom a szemeket látni. Meghúznám már. Nagyszerű, hogy mindenki, senki sem lát semmit. De ahogy nem látok, hogy mindenki. Vagy felszeget már. Nem látok. Felszeget. Tényleg felszeget. Jó szemöldök. Bokság. Mindenki készen már a történetre? Igen. És akkor próbáljátok meg csak a történetre figyelni, és önmagatokra. Hát ez ilyen egyszerű. Amit elmondok, az az első mesemondó története Kínából. Mindig röhögnek. Még csak hangolok. És az a baj egyébként, hogy nincsen túl erős hangom is van, a csendben akkor hallani is fogjátok. Nem tudok kiemelni. Nem, az nem megy nekem. Az emberek, főleg a szegény emberek nagyon várják, hogy fiúgyermekük szülessen, mert amikor az édesapjuk megöregszik, a fiúk majd felcseperedik és segít a nehéz munkában. Így vannak ezzel a gazdagok is. A hercegek pedig azért várják, hogy fiúk szülessen, hogy minden hatalmukat, rangjukat, vagyonukat majd örökül hagyhassák rájuk. Így volt ezzel Louvain herceg is.
nagyon várta a fia megszületését, ám a várvavárt fiú születése egyre csak késlekedett. Amikor pedig a kis herceg megszületett, akkor az apjának nem sok örömet telt benne. Telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, és amikor a kis herceg járni tanult, azt vették észre, hogy folyton neki megy mindennek, és mindig elesik. Akkor az udvari emberek összeszaladtak, és jelentették az esetet a hercegnek. A herceg hívatta az udvari orvost, az orvos megvizsgálta a kisfiú, bólintott, majd így szólt a herceghez. A gyermeked azért esik el, és azért megy neki mindennek, mert vak. Nem lát semmit ezen a világon. A herceg szívébe hasított a fájdalom, de aki az uralkodáshoz szokott, az a fájdalmat is el tudja viselni. Égtelen haragra gerjedt, és mint tudjuk, a harag az nagyon rossz tanácsadó, ezért lecsapatta az orvos a fejét, majd megparancsolta az udvari embereknek, hogy a vak gyermeket, akire nem adhatja át az uralkodás jogát, vigyék ki a hegyek közé, és vessék oda a vadállatok kénye kedvére. Megragadták hát az egyesztendős vak kis herceget, és kivitték a hegyekbe, majd ott hagyták az erdő szélében. Ahogy jött az éjszaka, maga a hegyek királya sietett ki az erdőből, az öreg tigris. A tigris meglátta a parányi emberkét, és rámordult. Megöszlek, emberke! Miután beszélt az emberek nyelvét, nem lett semmi kétségünk az felől, hogy ez a tigris valóban nagyon bölcs tigris. A kis herceg azonban még nem beszélte az emberi nyelvet, csak azt hallotta, hogy valaki megszólította, és boldogan indult az emberinek hallat szóló hang után. A tigris viszont nagyon megijedt, mert azt látta, hogy a parányi fiú nem fél tőle, hanem egyenesen feléje indult. Ekkor gyáva kismacska módjára visszamenekült az erdőbe, és csak az erdő mélyén szedte össze magát. Akkor összehívta az alattvalókat, a szárnyas madarakat és az erdélyi madakat, és elmesélte, hogy találkozott egy kisfiúval, aki nem ijedt meg tőle. Akkor a tigris összeszedte minden bátorságát, összegyűjtötte az erdélyi vadakat, majd kimentek az erdő szélére, hogy megcsodálják a kicsi hőst. A vadállatoknak nagyon megtetszett a kicsi emberke, és úgy döntöttek, hogy gyermeküké fogadják. Akkor az öreg tigris bevezette a kis herceget az erdő mélyére, majd elkezdett gondoskodni róla. Ha megéhezett, hát a pici gyermeket megszoptatták a vérszomjas anyatigrisek és a félénk szarvas tehenek. Akkor az állatok észrevették, hogy a kis hercegnek nincsen cipője. Akkor a kőszerű kecske vart neki egy puha topánkát. A vattával pedig várhatólagból készített neki sapkát. Az erdélyi vadak készítettek neki gabátkát, hogy ne fázzon. Nem akadt az erdőben egyetlen egy madárka, egyetlen egy négy lábú élő lény sem, aki nem sietett volna kis herceg segítségére, és nem vett volna részt a nevelésében. De a legnagyobb feladatot a hegyek uralkodója, a bölcs öreg tigris vállalta magára. Először megtanította az állatok beszédére, mert az könnyebb, mint az embereknek a beszéde. Ahogy telt múlt az idő, a növények majd a kövek beszédére és a szeretetre tanította a kicsi emberkét. Amikor már az állatok nyelvét és a növények nyelvét elsajátította a kicsi herceg, akkor megtanította az emberek nyelvére. Éjszaka meséket mesélt, nappal pedig tanította a nyelvre és a természet szeretetére. Mesélt szednészet történeteket. Először elmesélte a rókának a kalandját a méhekkel, hogy hogyan csapták be a méheket a rókák. Majd miért jön a nappal után éjszaka, miért puhog éjszaka a baboly. Majd a sárga bivonyomba vagoló fiúról mesélt. Telt múlt az idő, a fiú pedig egészen biztonságosan eltájékozódott az erdőben, és hallotta, hogy a madarak milyen szépen énekelnek. Úgy gondolta, hogy a beszéd után megpróbálkozik azzal, hogy énekeljen. Ám az ő hangja nem volt olyan szép, mint a madaraké. Iré is lehetett volna a madarakra, ha az emberek között nevelkedik, ám ő elkezdett ez helyett gondolkozni. Megkérte barátait, hogy segítsenek neki. A vatkan hozott egy bambuszszálat, majd a zöld csapkás farkály pedig néhány lószőrszálat hozott neki. A fiú ügyes kezeivel szépen meghajlította a bambuszszálacskát, majd pedig rákötözte a lószőrszálakat, így született meg az első hárfa. Az egyik szőrszálat feszesebben húzta meg a másikat lazábban, és amikor végighúzta az ujjait a húrokon, nagyon szépen zengtek. Akkor az első hárfán a kisfiú játszott az öreg tigrisnek. A tigris félrehajtotta a fejét, majd azt mondta. Amit te csináltál, annak a hangja nem emlékeztet az emberi beszédre. Viszont szebben szól,
madaraknak az énekel. Nagyon ügyes vagy. A fiú játszott a kis hárfán, és közben figyelte a természetet. Valamit azonban nem értett. Ha iratozott egy virág, az órával érezte. Ha fújt a szél, a bőrével érezte. Ha valami sós volt vagy édes, megkóstolta, azt is érezte. Ha jött a hajnal, és a fülemére elkezdett énekelni, akkor tudta, hogy hajnal jön. Ha feljött a nap, érezte, hogy meleg van. Amikor a bagoly húgott, akkor tudta, hogy éjszaka jön. És akkor érezte is, hogy hideg van. De azt nem értette, hogy miért nem látja a napot, vagy nem látja a holdat. Megkérdezte át a tanítómesterét. Mondd, bölcsörek tigrisem, hogy van az, hogy érzek, kóstolok, érzem a hideget, meleget, érzem az ízeket, hallok a fülemmel, de nem látok semmit. Azért van, fiacskám, mert te nem látsz, mert vak vagy, mondta a tigris. És vissza tudnád adni a látásomat? Kérdezte a kisfiú. Nem. És az emberek vissza tudnák adni a látásomat? Nem tudom. Én csak azt tudom, hogy az emberek sokkal többre képesek, mint az állatok. Akkor elmegyek az emberek közé, mondta a kis herceg, hát ha tudnak segíteni. Menjél, kis gyermekem, sóhajtott a tigris. Azzal a kis herceg elindult az emberek közé. Sokat vándorolt, mire elért az első faluban, és ott szívesen látták. Az emberek szegények voltak, de egy fekvőgyékény, meg egy malékri is mindig jutott a szegény vendégnek. A kis herceg először nem értette az embereknek a szokásait. Nem értette, hogy egy kemény gyékénnyel alszanak, egy levegőtlen adóban, egy házban, ott aludhatnának a szabad ég alatt is. Például az emberek kaparhatnának maguknak egy kényelmes lyukat a földbe, és összekucorodnak és ott aludhatnának, az sokkal kényelmesebb. Vagy aludhatnának a puha fűben, gondolkozott a kis herceg. Nem értem az embereket, miért élnek ilyen kényelmetlenül házakban, kemény gyékényeken, amikor olyan jó érzés, kaparok egy lyukat a hűvös földben és ott alszok. És azt sem értem, hogy miért főzik meg az ételeket, és miért teszik két bambuszpálcával. Az emberek néha olyan furcsa, gondolkozott a kis herceg. Aztán lassan megszokta az embereknek az életkörülményeit. Átment egy másik házba, ahol egy szegény özvegyasszony élt, akinek egyetlen egy bevételi forrása a selyem bubóból lefont selyem szálának az eladása volt. Amikor megérkezett, különösen rossz napja volt az asszonynak, mert a kislánya beteg volt, és égtelenül sírt a szegény kislány. Az anya persze ideges volt, mert nem tudott segíteni rajta, a munkával sem haladt, és a legszívesebben a kislányával együtt sírt volna. Akkor azonban váratlanul csend támadt, az asszony pedig fölnézett a munkából, és azt látta, hogy a kisfiú a kislány mellett és mesél. Először a vérszomjas tigrisről beszélt, aki becsapotta a okos kis béka. Utána pedig a sárkány király palotájáról mesélt. A kislány elfelejtette a betegségét, álmulva nézte, és amikor pedig megpendítette az első lantot a kisfiú, akkor a kislány szinte meggyógyult magától. Nézte az özvegyasszony, és hallotta a mesét, és olyan jó kedve támadt, hogy kétszer olyan gyorsan haladt a selyem gombolyítással. Mire véget ért a nap, a kislány elfelejtette a betegségét, és az asszony kétszer annyi selyemet gombolyított le, mint egy átlagos napon. Ennek az esetnek híre ment. Akkor vitték a másik házba, hogy meséljen ott a kisfiú. És a fiú csak mesélt, és közben pedig játszott a lanton. Utána ment tovább, és újabb meséket talált ki, amiket másoktól is hallott már. Amikor híre ment a csodálatos kis mesélőnek, a szomszédos faluból küldöttség jött, és vitték magával a fiút. Elment hát a hegyekből a tengerpartjára. Ott közben újabb meséket tanult. A tengerparton már hosszabb meséket is tudott, és új dallamokat is talált ki magának. A tengerpartról pedig egy nagyvárosba vitték. A nagyvárosból pedig egy kis halászfaluba. És csak mesélt, 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 és egyre nagyobb lett a tudása, egyre több szép történetet tanult meg a körülötte lévő emberektől, akik elmesélték neki a saját meséjüket is. No, egyszer eljött az idő, amikor elhívták egy faluba, ahol minden ember állandóan csak siránkozott. Állandóan óvégattak, panaszkodtak, hogy nekik semmi sem jó. Ez egy kicsit emlékeztet engem Magyarországra egyébként. Akkor a fiú gondolkozott, és elmondta a mesét, amit már sokszor mesélt, a ügyes kis békáról, aki megijesztette és elriasztotta a vészonyos tigrist. Na, ahogy vége lett a mesének, az emberek elkezdtek óvégatni, hogy mi lenne, ha ez a tigris éjszaka meglátogatja őket.
No, egy ember sem, mert azt várták, hogy mikor érkezik a tigris. A kisfiú elgondolkozott, és másnap nem mondott semmilyen mesét. A harmadik nap sem mondott semmit, hanem a következő reggel leült a piac térre, összehívta a falu lakosait, és elmondott egy történetet. A történet arról szól, hogy egy asszonynak van két fia. Az egyik selyemszöveteket festett, a másik pedig esernyőket készített. Ám az asszony csak óbékatott. Jaj nekem! Ha esik az eső, akkor a fiam nem tudja megszállítani a selymeket. Éhen fog halni. Amikor meg ragyogóan sütött a nap, akkor óbékatott. Elnye! Hát a másik fiam, aki meg esernyőket készít, nem tudja eladni az ernyőket. Éhen fog halni. Siránkozott. No, akkor egy őszhajú anyóka arra kitagett, meghallotta a siránkozást, és azt mondta. Jaj neked, anyókám, százszorosan is jaj, hiszen te nem tudhatod, hogy az öröm és a bánat felvágva jár egymással. Te a könnyeiden keresztül csak a szomorúságot látod a világon. Szemléled kicsit derűsebben ezt a világot. Töröld ki a könnyeket a szemedből, és meglátod. Ha derűsen nézed a világot, mindjárt más lesz minden. Azzal eltüpögett az öreg anyó, és a siránkozó asszony pedig letörölte a könnyeit, majd elkezdett gondolkozni. És akkor ráébredt valamire. Na hát, esik az eső. Hiszen az nagyszerű, hiszen akkor az esernyőkészítő fiam minden ernyőt elad. Te mértek pénze lesz, mint a tejben. Amikor meg sütött a nap, eszébe jutott. Semmi baj, a másik fiam festi a selymeket. Mennyit el fog belőle adni? Annyi pénze lesz, mint a tejben. Akkor az asszony nagyon megörült, az emberek pedig szétszélettek. Eljött a következő reggel, és a fiú pedig leült a vásártérre és nézte az emberek arcát. Az emberek azonban a várakozás helyett nem siránkoztak, hanem azt mondták a fiúnak. Meghallgattuk a mesédet, és úgy döntöttünk tegnap éjszaka, hogy új napra ébredünk. Nem fogunk többet siránkozni. Mindent szépen derűsen szemlélünk. Ezek az emberek annyit sírtak, hogy a patak, amelyik a falu mellett folytogált, a könnyektől teljesen sós lett. Azonban az emberek úgy döntöttek, hogy most már vidáman élnek. No viszont, eltelt fél nap, amikor az alsó falu, a patak alsó folyásán élő emberek abból a faluból feljöttek, és elkezdtek panaszkodni. Miért hagytátok abba a sírást? Hiszen a könnyeitektől sós patakvízből merítettünk, és nem kellett megsózni a levesünket. Most meg íztelen a leves. Hát legalább kölcsönözzetek már egy zsák sót, amíg elmegyünk a városba sóért. Na akkor a kis herceg tiszta szívből elnevette magát, hogy a két falu lakosai egymásra találtak, és meg tudják oldani a problémákat. Utána viszont elszomorodott, hiszen itt megoldottam a problémákat, és nincsen rá tovább szükség. Akkor én szedhetem a sátorfámat, és mehetek tovább. A fiú dolga végezetten ment tovább, otthagyta az embereket, akik most már mosolyogva szemlélték ezt a világot. A fiú pedig ment tovább. Elment megint egy halászfaluba, ott is mondta a meséket, majd pedig egy hatalmas városba ért, ott pedig egy lármás vásártérre ült le, és elkezdte a csodálatos látot pengetni. Elmondta az első meséjét a halászlegényről, aki beleszeretett a selyemképre festett lányba, és az emberek pedig ámulva hallgatták. Utána mondta a következő mesét a sárkány király palotájáról, és így tovább, és így tovább. Ma akkor odaért két gazdag kereskedő, két pásztor, és megszólították a fiút. Álljál meg, fiú! Meg vagy te bolondulva? Te ingyen mesélsz? Én például csengő aranyjal fizetek a meséidért, bár azok nem érnek annyit. Na gyere csak velem! Fogta meg a fiúnak az inge ujját. Akkor azonban a másik kereskedő odaugrott. Meg vagy te bolondulva? Én több aranyat adok ezekért a mesékért. Megragadta a fiú inge ujját a másik oldalról, és elkezdték cibálni. Engedd el a fiút, én adok egy zacskó aranyat, hogy nekem meséljen. Én meg két zacskó aranyat adok, hogy nekem meséljen. Hajba kaptak. Nem tudtak megegyezni, ezért elmentek a herceg palotájában. Ott elkezdtek panaszkodni. A herceg a óbégatásból nem értett semmit, majd kizavarta a két gazdag pásztort, végül megkérdezte a fiút. Mondd fiam, tulajdonképpen miről van szó? Én nem tudok semmit, bölcs uralkodó, mondta a fiú. Csupán csak meséltem, amikor két ember megragadott, összeveszett rajtam, majd ide cipeltek. Én semmit nem értek ebből a helyzetből. De mondd, fiam, nem mondanál nekem egy mesét? A fiú elmondott egy mesét, a herceg pedig csodálkozott. A második mese után az uralkodó megkérdezte. Mondd, fiam, hol tanultad ezeket a meséket? Az öreg tigristől, mert én az állatok között nevelkedtem fel. Ez hogy történt?
Amikor nagyon kicsi voltam, kidobtak az erdőbe az állatok kénye kedvére, és a vadállatok felneveltek. Akkor az uralkodó megrendült. Hiszen te az én fiam vagy. Ezek szerint te nem haltál meg, és nem ettek meg az erdei vadak. Hát visszatértél hozzám. Látom már, hogy lesz kire az országomat hagyni. A fiú azonban így válaszolt. Jobb lesz nekem, ha elengedsz innen. Ha itt maradnék ebben az udvarban, kétszeresen is pak lennék. Az uralkodó megértett mindent, nehéz szívvel, de útjára bocsájtotta a fiát. A fiú pedig járt a bűvös lanttal, járt a Kína országát, járt a falvakat, városokat, és csak mesélt, 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 és pengette a bűvös lantot. Amit most elmondtam, ez volt az első mesemondó meséje. És nagyon régen Kínában használtak két húros hangszereket, és ez vonóval szólaltatnám meg, az a női hangszer volt. Úgyhogy, de lehet rajta játszani mindent egyébként, mit tudom én, dipörtölt is. Füst a víz felett, vagy mi a vihar volt, szóval, de a vízipók csodapókat is lehet. Majd a neten megnézitek a vízipók csodapókat. Már rég kinőttem abból. Hát arra gondoltam, hogy nagyon fáradtak vagyok. Néztem, hogy... Igen, majd mellett. Én meg nagyon unalmas vagyok, ezért zárásként elmondok egy rövidebb mesét. Lettországból egy folyónak a történetét. Tehát minden országnak megvan a kedves folyója, meg akik olyan szerencsések, hogy folyó mellett élnek, mint a szegediek a Tisza mellett, azok a Tiszát szeretik, a budapestiek a Dunát, a pálmonostoriak pedig... Semmi. A dongér! Mi az, hogy semmi? Hát, van, szeretnék már a dongér. Van egy dongérünk. Hát az a marha. Pálmonostorához tartozik egy szakasz a közigazgatásilag. Na már most a dongérnek van egy története, hogy amikor a dongér csatorna anomáliái címmel a neten megtaláljátok. Tehát ezt a csatornát már természetes vízfolyással meg fogod találni. Tehát ezt a csatornát, amikor megépítették, akkor voltak nehézségek. Tehát egy folyónak a medrét megásni elég nehéz volt mindig. És most elmondom zárásként, hogy milyen nehéz egy folyót nem olyan nehéz, csak plástikát. Na pontosan erről van szó, te már sejtesz valamit. Lettországban van egy... Lettországban van egy Daugava nevű folyó, és annak van egy meséje, és zárásként el fogom mondani. És utána pedig majd rajzoltok nekem a folyó képére egy-két virágot, meg csinálunk közös fényképet. Az mi? Mindjárt meg fogod tudni. Ebbe szoktam belekedni például. Hát, nagyobbat szól. Mindjárt megtudod, hogy ez mi. Valamikor nagyon régen az állatoknak nem volt semmi dolguk, ő minden magától így az örökbe húlott, ettek, ittak és nem csináltak semmit. A legjobb állapot egyébként egyesek szerint. Ám de annyira unatkoztak, hogy nagy unalmukban összevesztek az állatok. Igen. Na akkor elkezdtek gondolkozni, hogy jobb lenne, ha valami feladatot találnánk magunknak, mert úgy unatkozunk, hogy összeveszünk. Hát akkor ásunk egy folyót, mondta a medve. Először is találjunk neki nevet. Akkor az állatok közös egyetértéssel Daugavának nevezték el a folyót. Megkezdődött a nagy munkálat. Először is az állatok összeültek egy kis tanácskozásra. Mindenki megkapta a testhez álló feladatot. Ez nagyon fontos, hogy mindenki a képességeinek való feladatot kapja. Először is, ugye, mint ma a mérnökök,
ki kellett rajzolni a folyónak a vonalát. Erre a nemes feladatra a nyulat jelölték. A nyuszi pedig elkezdett futni, de tudjuk, cikcakban fut a nyúl, ezért nem egyenes lett a darabúva a folyó, hanem ahogy a nyuszikra futott, csupa kanyar, meg csupa... Most már visszaülhetsz, mert kijelölted a Daugava folyót. Tehát ahogy a nyuszika futott, csupa hírbe gúrva lett a nyomvonal, mert a nyuszik félvén az ellenségeitől mindig így cikcakokban fut. Na már most a nyuszinak a aggodalma nem volt alaptalan, mert jól mögött a róka haladt. Vedd a kis ujjadra fel a rókát. Térdeidre légy szíves. És a róka pedig a nyúl nyomvonalán lompos farkával elkezdte kirajzolni a folyónak a vonulatát. Tehát húzta a róka a farkát. Azon elég ezt, hogyha fognod, azt így húznél. Húzod szépen a kis farkad utána. Tehát a róka pedig a nyomvonalán szépen kirajzolta a Daugava folyónak a nyomvonalát. Bírod be? Hát nem. A nagy munka elmez egy kis rókának. Az tényleg így. Köszönöm a rókának, tehát a róka lombos farkával kirajzolt a nyomvonalat. De az... A következő feladat nagyon itt te vagy a borz. A borz pedig letérdelt és erős mancsak volt. A róka lompos farkával kérült vonalon elkezdte ásni a medernek még az a borz erős mancsaival elkezdett ásni. A borz nagyon szorgalmas volt és amúgy is, hogy odulakó élőlény lévén otthonos volt a föld alatt. Bírod még az ásás? Igen. Jó neked. Hát én nem úgy, de én szoktam ásni majdnem így. Elahanna fogsz is. Ez a borz megcsinálta az árkot. Akkor jött a... Kamilla. Ne! Kamilla! Ne! Kamilla! 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 Ilyen szép fehér fogaid vannak, te vagy a farkas. Na térdei lesz szépen. A farkas pedig erős mancsaival kiszélesítette a medert. Dobáld jobbra-balra a földet, hogy alakuljon. Nagyszerű. Kiváló farkas vagy. Takarító! Nő! Takarító! Nő, ásó nő. Mi volt? Köszönöm a farkasnak, hogy már alakul a medet. Meg ki, hogy a legerősebb élőlény a medve következett. A medve félelmetesen erős, ezért letérdelt a medelbe, és ott pedig óriási mancsaival hatalmas rögöket... A medve nem így dolgozik, dobáld a hatalmas földrögöket jobbra-balra. Megakadsz. Nagyobbat fogj. Dobd el a mammuszt. Nagyszerű. Vedd komolyan. Nagyszerű. És a medve pedig hatalmas mancsaival földkupacokra dobált jobbra-balra. És a medve legköszönjük a medvének. És a mai nap a Daugava folyó mellett sétáltok Lettországba, akkor látjátok, hogy a folyó mellett nagy dolgok... Mindennek eljön az ideje, hogy vissza menne. Tehát a Daugava folyó mellett pedig nagy dolgok vannak, ami a medve munkájának az eredménye, mert a nagy földrakásokat oda öntötte le. Remélem a folyó... Elfáradtatok? Pedig van egy rossz hírem, elkészült a folyó. Elkezdett esni az eső, és a folyó pedig... A folyó medre pedig megtelt vízzel. Na már most a nagy munkában a vízi madarak is segítettek, bár ők nem voltak annyira erősek. A vízi madarak például a kis csőrükkel kapargattak. Viszont egy valaki nem segített. Én. Nem tudjátok, hogy ki nem segített. A borz, a kutya. A sárgarigó. A sárgarigó nagyon félbe ülsz. Már van egy osztálytársunk, aki Rigó Alex.
Csak mi rigolyásnak hívjuk. Jó, hát ez a rigó, akiről mesélek, az is rigolyás volt, mert így énekelt, őt hívták esőrigó madárnak, hogy csak nem képzelitek, hogy ebben a szép sárga melinkénben itt dolgozok nektek, hogy összekaszolják magamat. Én biztos, hogy nem segítek ebben a munkában. Hát ti segítek, nyugodtan. Én nem dolgozok nektek. Én inkább énekelek az esőnek és ide hívom, de én nem dolgozok veletek. Na akkor... Az állatok királya, az legyek most én, pedig mindenkit nagyon megdicsért. És az állatok az avató ünnepségre nagy csebben robban sietnek. Például a medve, meg a farkas, meg a borz annyira sietett, hogy a munkaruhájukat nem tisztították meg. Ezért szürkés a medve bundája a mai napig, meg a borzé. A farkas is annyira sietett az avató ünnepségre, hogy a mancsát, meg az orrocskáját nem tisztította le, és ezért fekete a mai napig a farkas mancsa, meg az orrocskája. Na akkor, az avató ünnepség megtörtént, és a munkaruhádat büszkén visel, ha már medve vagy, mert ezzel emlékezhet, hogy a dolgokba folyó elkészítésének munkálataiban nagy szerepet vállaltál. Akkor az állatok megengedték a vízmadaraknak, hogy bár nem tudtak olyan sokat segíteni, de azért fürödhetnek a folyó vizében. Két élőlénynek nem engedtek meg semmit. A rigolyásnak, a sárgózónak azért nem, mert semmit nem segített, és azt mondták, hogy na kis barátom, te nem ihatsz a dolgomának a vizéből, hanem a harmad cseppek, amik lehullanak a kőre, azt ihatod. Ezért a sárgarigó, ha szomjas, azért csiripel, meg kiáltozik, meg sivalkodik, hogy essen az eső, hogy legyen mit inni. És még valakit kifelejtettünk, a hollót. Ebben az időben, az ősi időben a holló még fehér volt, de meghempörtőzött a sárban, hogy azt higgyék, hogy ő is dolgozott, azért földes a tolla. Akkor nem vették észre a madarak a turpisságot, csak akkor, amikor a holló meg akart fürödni, hogy visszanyerje a fehér színét, viszont a fekete sár úgy ráragadt, hogy ezúttal is fekete a holló. Hát, kis barátaim, így keletkezett a ti segítségetekkel Lettország egyik nemzeti folyója, Daugava. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rátok, hogy aktívan szerepet vállaltatok egy folyónak ennek születésében, és szerintem ezek után a dongért fogjuk majd rendbarakni, mert eléggé gyászosan néz ki. És én úgy gondoltam, hogy búcsúzásként eljátszok egy vízparti növényből készült hangszeren egy dallamot, és utána a lányok rajzolnak nekem ide virágocskákat, aztán csinálunk egy közös képet, meg szelfiket, és utána pedig mindenkit hazaengedek. A lányok, rajzoljatok nekem világot, én pedig eljátszok gyorsan egy dallamot. A folyó partjáról szedtem egy lábszálat, azt bevágtam, aztán egy bodzvágot vágtam a dongér partjáról, aztán csináltam egy furuját, és akkor ez jól szól. Ja, kell hozzá egy dongérparti náv, meg egy dongérparti bodzág. Na, nézzük meg a búcsúzó dallamat, és addig ti virágokat rajzoltok nekem, de visszamérjük, mert elsírom magamat. Hova rajzolunk virágokat? Tetszés szerint. De hová? Majd arra a kis lapocskára, de szépen már sírni fogok. Na, nézzük meg a vízparti nát. Hát a fentekadós is sír. És utána csinálunk egy csapatképet, és mindenkinek kellemes nyaralást kívánok.
Hát nekem nagyon jó lesz. Én meg veszem be az egész nyarat, végig kell, hogy meséljen, úgyhogy nem fogok tudni. No, hát köszönöm a figyelmet, de a közös fényképről nem fogok lemondani. Sikerülhetek a... De benne köszönöm. Elhozom. Mi? Az igen. Nem fogják tudni. Ez még egyszer? De. Nem. Te is. De be. Nem bírok már. Fájt ugyanak. Hát, de csak ő természetesen. Tehát semmi súlyi kényszer. Mi ez a másik fal? Micsoda? Azt a következő, hát az őszi mesélés alkalmával fogom megmutatni. Feltében, ha van kedvetek ősszel eljönni, a csodálatos nádfúrúját, de ezt majd szeptemberben. Fújjon már bele egy csak egyet. Nem, majd szeptemberben. Most olyan... Most szeptemberben? Nem gyakoroltam eleget ezen még. De attól be lehet fújni. De csak egy kis fújás. Na, talizunk szeptemberben, akkor nem. Majd ez a játszak. De csak egy kis lehelelőzünk ebben. Ja, szégy nagyon pici. Nem készültem fel úgy szégyelni magamat, a híváson játszanék. És szerintem most már csak egy csapatkép lesz, mint a Bajnokok Ligájában. Jó. Helyezkedjünk el egy közös alakzatban. Van Kitty mellett egy hely. Ott kivel lehet egy hely. Ide Én befurakodok. Én még fogok most már hazamenni. Mutatok. Húzódjatok közelebb, hogy egy kupacra jön. Gyertek közelebb! Kicsit! Kicsit! Hova menjünk? Menjetek lányok közelebb! Mert nézzük mi! Igen, én is ide lejövök! Nincs rákod! Jó, majd lemegyek főzni! Hozom a főszereplőket! Nekem a mancsok kérem szépen, ha oda szapodolják! Én voltam a Arkas! Én voltam a... Mi voltam? Én voltam a Róna! Én voltam a főorvos! Mindegy, bővít a bőr, maga tudod, majd legyen. Tudod, legyen. Tudod, de jó vagy. Te menj! Várjunk. De lehet mosolyogni? Nem látnak. Csíz. Oké. Biztos, hogy jól sikerült. Kamilla, szedd össze magadat. Tanulom maga, egészen kamerázik. Ó, miért nem tehetek? Jó van, már készen. Jó estét!